Na itt a kert! Sziasztok, én Baska vagyok, és ez itt a kert. Néhány hete visszavonult minden idők egyik legjobb légiósa, Manu Ginobili. Készülnek majd listák, ahol nagyon okos emberek rangsorolják a nemzetközi játékosokat, és ott majd biztos előtte lesz Dirk Nowitzki, meg Pau Gasol, lehet, hogy lesz, akinek a listáján még Tony Parker is előkerül, de én tartom, hogy ő minden idők legkomplettebb játékosa, aki nem az amerikai felsőoktatási rendszeren keresztül, nem az amerikai utánpótlás rendszeren keresztül került az NBA-be. Ez a videó eredetileg kizárólag róla szólt volna, és továbbra is főleg róla fog. De ahogy állítottam össze az anyagvázát, úgy éreztem egyre inkább, hogy beszélnem kell arról a zseniről, aki hogyha nincs, akkor talán Manu sincs, vagy nem ilyen formában, illetve beszélnem kell arról a reménységről, akinek átadhatja a staféta botot, amely most egy San Antonio-i kiürített öltözőben hever. Dražen Petrović abban a korszakban volt a legjobb európai játékos, amikor a tehetségek csak nagyon kontrollált körülmények között szivároghattak át nyugatra, nem is beszélve az Egyesült Államokról. Az ő tehetsége azonban legyőzte a halátusáját vívó hidegháborút, a tehetsége meg rengeteg kenő pénz, amivel el lehetett térni, hogy az illetékesek félre nézzenek. Ugyanis Jugoszláviában ebben az időszakban egy olyan törvény volt életben, amely megtiltotta, hogy a sportolók 28 éves koruk előtt külföldre igazoljanak, Dražen pedig csak 23 volt, amikor a Real Madridba igazolt. Petrović mindössze egy évet töltött Spanyolországban, aztán 1989-ben átcuccolt az Egyesült Államokba, a csapathoz, amely még 1986-ban a 60. helyen ledraftolta, a Portland Trailblazershez, ahol nem volt boldog. A rotációban beragadt egy legendás hátvédpáros, Terry Porter és Clyde Drexler mögé, keveset játszott, azt a keveset is kiszámíthatatlanul, ráadásul a Portland ki akarta belőle ülni a kreativitást, nem bíztak az atletikus képességeiben, és igazából egy dobógépként szerették volna alkalmazni, ami neki nem igazán feküdt. Szerencséjére elcserélték, és újra kezdhette a New Jersey Netsben. Abban a New Jersey Netsben, ahol Kenny Anderson és Derrick Coleman társaként kivirágzott, és a liga egyik legveszélyesebb kettese lett. Stabilan 20 pont fölött átlagolt, 50% fölött dobott, de itt sem volt kifejezetten boldog, nem lehetett könnyű ember, most éppen az volt a baja, hogy úgy érezte, hogy Anderson és Coleman és a többiek túl önzőek hozzá képest, emiatt arról pletykáltak, hogy 93 nyarán haza fog térni Európába, befejezi az NBA-s karrierjét, és eligazol valamelyik görög csapatba, ahol tártkarokkal várták. Erre már nem kerülhetett sor, mert 1993 nyarán egy autóban életét vesztette, amelyet egyébként egy magyar származású modellány vezetett, aki túlélte a balesetet, mint ahogy a hátsó ülésen ülő török kosaras lány is, mindketten komoly sérülésekkel, de túlélték. Dražen Petrović a helyszínen meghalt, nem volt bekötve. Ha szeretnétek jobban megismerni Dražen Petrovićot, és hogy milyen személyes tragédiák húzódtak meg az ő karrierjében, akkor nézzétek meg az ESPN 30x30 sorozatából a Bounce Brothers című részt, amely egy torokszorító emlék és tisztelgés Dražen Petrović előtt. Dražen Petrović 1989-ben mutatkozott be az NBA-ben, Manu Ginobilit pedig 1999-ben, azaz pontosan 10 évvel később draftolta a friss bajnok San Antonio Spurs, aki nem akarta felborítani a rotációt, ezért az 57. helyen elvitt egy viszonylagosan ismeretlen nemzetközi játékost, aki akkor már Európában játszott. Mire 2002-ben átért San Antonióban, az önéletrajza az már magáért beszélt, olasz bajnok volt, Euroliga győztes, olasz MVP, és egy komplett játékos, akinek meg kellett birkóznia a San Antonio-i hétköznapokkal. Manu jobb atléta volt, de gyengébb dobó. Látni viszont mindketten ugyanolyan jól láttak a pályán, ellenben Manu sokkal inkább volt csapatember, mint a pályán, mind a pályán kívül, és ez a játékánban is megmutatkozott. Ráadásul szerencséje volt, amit Dražen Petrović nem mondhatott el, hiszen rögtön az első NBA vezető edzője egy legenda volt Greg Popovich személyében. Azért ne felejtsük el, hogy abban az időszakban kerül a Spurshez, amikor a San Antonio játékát azt még patika mérlegen mérik ki, meg vonalzóval rajzolják, és ide érkezik meg ez a zabolázatlan, kreatív zseni. És nem csak Popovićot kell meggyőznie, hanem a csapattársait is. Az edzéseken kapja a könyökösöket Kevin Willistől, Bruce Bowen is a szárnyai alá veszi, de aztán, amikor az első meccsen a Los Angeles Lakers ellen odáll Kobe Bryant Bowen mellé, hogy figyelj a fehér gyerekről, mit kell tudni, akkor Bowen csak annyit mond, hogy
1. Nem fehér gyerek, 2. Majd meglátod. És bizony, megláttuk, mert idővel összecsiszolódott Popovics rendszeretete és Ginobili géniusza. És nagyon jól látták meg azt, hogy neki talán jobb helye van a kispadon, mert az a zabolátlan kreativitás, az nem passzolt jól abba a Spurs sémába, ellenben a kispadról, amikor bejött a cserékkel, akkor egy olyan extra löketet tudott adni a Spurs játékának, ami utánozhatatlanná tette őket az egész ligában. Mert amikor Ginobili a pályán volt, akkor minden róla szólt. 20 perc alatt annyi kalóriát égetett el, mint más 35 perc alatt. Nem volt olyan labda, amiért nem ment volna utána. Nem volt olyan támadó hiba lehetőség, amiben nem állt volna bele. Egészen elképesztő hőfokon égett, amit valószínűleg kezdőjátékosként nem tudott volna végigcsinálni a kívánt perc mennyiségben. És aztán a Spurs játéka elkezdett egyre kreatívabb lenni az évek során, akkor viszont már azért nem volt értelme betenni, mert teltek ugye az évek, Parkert is konzerválni kellett, Duncant is konzerválni kellett, és Ginobilit is tökéletesen tudta megőrizni hosszú-hosszú évekre Greg Popovich azzal, hogy csak szükség esetén hozta be a kezdőcsapatba, egyébként a cserepadról állt be. De ennek ellenére, amikor azt olvasom, hogy minden idők egyik legjobb hatodik embere vonult vissza, akkor legszívesebben felpofoznám a szerzőt, mert miről beszélsz? Minden idők egyik legjobbja vonult vissza, aki perceket, pontokat és dollármilliókat áldozott fel azért, hogy a kispadról szálljon be és a csapatának jót tegyen. Manu Ginobili ösztönös zseni. Szerintem van rengeteg olyan játékos, aki képzettebb nála, aki jobban vezeti a labdát, ugye Kyrie Irvingről mondják, hogy ő egymásba fűzi ilyen kombók formájában a labdavezetési trükkjeit, hogy őrületbe kergesse a védőit. Ginobili nem tudott ilyeneket, ellenben amikor szükség volt, hogy előhúzzon valamit a cilinderből, akkor a másodperc tört része alatt tudott előhúzni egy hát mögötti leütést, vagy egy láb közötti átütést, vagy felbőrözze az ellenfelet, vagy egy zseniális passz, ami nem volt olyan szinten látványos és flashy, mint amit mondjuk Kyrie Irving csinált, de abban a pillanatban a tökéletes megoldás volt. Manu Ginobili egy sallangmentes zseni volt, ami javarészt annak köszönhető, hogy mintha egy más óra szerint járt volna az agya, mint hogy egy más metronóm kattogott volna az ő fejében. Mindent egy fél ütemmel később, vagy éppen korábban csinált, mint a többiek, ezért tudott olyan passzokat meglőni, amire más gondolni sem mert, vagy ezért talált meg ott lyukakat a betöréshez, amire más nem számított. Ugye az, hogy tört ütemben játsszál, az elmúlt években egyre fontosabb lett az NBA-ben, a flóterek, a rossz lábról eleresztett zicserek, ezek mind-mind ezt szolgálják, hogy kiszámíthatatlanabb legyen a játékod, és Manu Ginobili ennek már a 2000-es évek elején közepén a mestere volt. Persze ő sem volt tökéletes, hogyha nagyon paraszt akarok lenni, és persze, hogy nagyon paraszt akarok lenni, akkor a Spursnek két bajnoki címébe került Manu Ginobili, egyszer ugye 2006-ban a nyugati második körben 3-3-as állásnál, 3 pontos San Antonio vezetésnél lefaltolta a betörő Dirk Nowitzkit, aki bedobta a kosarat, utána bedobta a büntetőt, hosszabbításra ment a meccs, és kiesett a San Antonio Spurs, amely egyébként abban az évben nyugaton a legjobb mérleggel masírozott be a rájátszásba, és talán nem a valóságtól elrugaszkodott azt jósolni, hogy a főcsoport döntőben a Phoenix Suns, aztán majd a döntőben a Wade O'Neal fémjelezte Heatet be tudták volna darálni. Vagy ott van a 2013-as döntőnek a 6. meccse, ahol 8 eladott labdát sikerült összehaknizni a 35 perc alatt. Tudjuk, hogy a plusz-minusz mutató nem egy mérvadó statisztika, de mégis az egész csapatból az övé volt a legrosszabb, mínusz 21-el, és hát vastag szerepe volt abban, hogy Ray Allen végül eleresztette azt a mindent eldöntő triplát a sarokból, és végül a 7. meccsen a Miami Heat bajnok tudott lenni. Amellett, hogy egy virtuóz volt a labdával, és balerinákat megszégyenítő mozgás repertoárral rendelkezett, hogyha a szűség úgy hozta, akkor egy telepi vagány alattomosságával és könyörtelenségével csapott le az ellenfelére. Végül nem mehetünk el amellett sem, hogy ő bizony az egyik fő kolompos az NBA-ben eluralkodó flop járvány kirobbantásában. Nekem évekig meggyőződésem volt, hogy azért hagyta hosszúra nőni a haját, hogy amikor betört, akkor a feje rángatásával faltokat tudjon imitálni a játékvezetők számára. Aztán elég hamar megtámadta a frizura varjú, és ahogy elkezdett hullani a haja, és egyre rövidebbre vágta, így egyre durvább cselekhez kellett folyamodnia, amik azért okoztak mulatságos jeleneteket.
Manu Ginobili négyszeres bajnokként, kétszeres All-Starként, kétszeres NBA harmadik csapattapként és egyszeres NBA hatodik emberként vonul vissza. Emellett megnyerte az olimpiát és második volt világbajnokságban, úgyhogy gyakorlatilag mindent megnyert, amit ebben a sportágban lehet. Azt gondolom, hogy nem is lehet kérdés, hogy az első lehetséges alkalommal be fog kerülni majd a hírességek csarnokába, és akkor már tudni fogjuk azt, hogy a srác, akinek átadja a stafétabotot, hogyan teljesít. Az ő neve Luka Doncic, és idén nyáron érkezik az NBA-be a szlovén játékos, aki a Real Madrid játékosa volt az elmúlt időszakban, és ugyanolyan tökéletes pedigrével érkezik, mint 1989-ben Dražen Petrović, illetve 2002-ben az ugyancsak 25 évesen pályára lépő Manu Ginobili, csak ő 19 éves, de már háromszoros. Spanyol bajnok, Euroliga győztes, Euroliga MVP és az Európa bajnok szlovén válogatott egyik oszlopos alakja. Amíg Dražen Petrovićot 60. helyen választották ki, és Manu Ginobili az 57-en, addig Luka Doncicért a Dallas Mavericks egy extra elsőköröst adott, hogy elhozhassa a harmadik helyen. Doncicsal kapcsolatban már fel sem merül, hogy korlátozzák a kreativitását, sőt, pont azért áldozott be egy elsőköröst a Dallas Mavericks, hogy ez a kreativitás majd náluk tudjon kamatozni. Ide eljutottunk már 2018-ra, és ez azért van, mert volt egy Dražen Petrovićunk, és volt egy Manu Ginobilink. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondoltok, ha össze kéne állítanatok a top 5 légiós listáját, akkor hol helyezkedik el rajta Manu Ginobili, felkerül-e rá Dražen Petrović, lehetnek ezek európai játékosok, lehetnek Afrikából érkező játékosok, megmondom őszintén egyébként, hogy nekem például Steve Nash vagy Kyrie Irving, akik oké, hogy kanadai meg ausztrál származásúak, de már az amerikai felsőoktatási rendszerben pallírozottak, nem feltétlenül számítanak légiósnak, de ezt rátok bízom. Szóval a legjobb 5 vagy legjobb 10 nemzetközi játékos listáját várnám tőletek kommentben, illetve nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mit gondoltok Doncic, mire lesz képes majd az NBA-ben. Ha tetszett ez a videó, akkor legyetek oly drágák és iratkozzatok fel, kommenteljetek, osszátok meg, számoljatok be róla barátaitoknak és üzletfeleiteknek. Hamarosan újabb videóval jelentkezem, én Baska voltam, ez volt a Kert, szevasztok!